Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkotassatok saját véleményeket. Ne feledjétek a lényeget, jót kell venni pirosba, nem rossz zöldet, magasba. Kezdjük is a Mester 3-assal, ugyebár lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki még újjanak, ajánlom, hogy olvassa a videók alatt a leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. És akkor haladjunk is tovább, meg egy jó lakott nap köz is van, meg ma voltunk albérletben, fel leszereltem a függönyt, meg ez egy glettelés, meg ez az amaz, hogy holnap megyünk visszafesteni. Na mindegy, próbálok haladni, de kicsit majd megint ez egy jó lakott nap köz is gyomorral lassabb leszek. Azt mondja, hogy on-chain és off-chain NFT-k, láncon lévő, meg nem teljes mértékben a láncon lévő NFT-k, erről jött ki egy plusz cikk a Kriptodán, úgyhogy erről is tudtok olvasni itt. És akkor nézzük tovább. Jó, a vaják, azt az eget a vaják. Fú, gyűlölöm ezt a nevet, már nem tudom, szerintem boszorkánymester inkább annak kell volna fordítani, bár a Witcher olyan nincs a mitológiába. Sehol, honnan tették ezt a nevet, de amúgy meg ezért jó tudsz. Egyszer már elkezdtem nézni, de kikapcsoltam 20 perc után, hogy nem nagyon tetszett az első csatába, és ott egyszer 5 centis a pocsolya, egyszer 5 méteres a pocsolya. Az úgy azért furcsa volt, de ahogy nézegeti az ember, meg az első 3-4 részben az időbe is össze-vissza ugrálnak, nem nagyon lehet felfogni a végére, összeáll a történet, aztán meg fú, beszippant, beszippant. Hajnal 3-ig néztem tegnap. Ugyebár volt az HBO-nak a trónokharca, ez a Netflix-es trónokharca, én azt mondanám rá, és irgalmatlan jó lett. Meg van a másik, az Amazonos trónokharca, azt meg az időkerekének hívják. Na szóval a Witcherből mutatok is pár. Ja, a koncepciót full magyarok csinálták, az se gyenge, itt a végén ki print screeneltem. Koncepciós szenyor művész, meg koncepciós művészek, Veres Dániel, Monyi Zoltán, Szabados László, Szabó Gábor. Úgyhogy itt vagyunk a Witchernél is, és akkor mutatok is két kis jelenetet belőle. Már előre leteszteltem, direkt feltöltöttem ezt a izé pár perces, ezt a két fél perces jelenetet, hogy letiltje, de nem tiltotta le, úgyhogy remélem most akkor mehet bele, nem kell kétszer megint kivágdosni belőle, meg ilyesmi. Első 33-30-nál, második évad első részbe. Igazán. Végignéztem, ahogy az egész otthonomat porig égeti egy idegen sereg. Minden családtagommal együtt. Nekem nem tűnt szörnyetegnek. Hálás vagyok ezért, drágaságom. A szörnyetegek jóval többek a borzasztó külsőnél, karmoknál, fogaknál. A szörnyetegeket a tetteik szülik, amik megbocsáthatatlanok. Ez így van. És akkor hoppá. Na, így akarom, igen, és akkor második évad. Második részből, hát ez is... Nagyon jó volt. Hol tartunk? Aha, itt körül. Most jól figyelj rám. Nem félelemből ölünk, hanem hogy életeket mentsünk. Megértetted? És... mivel teltek a napjaid, amikor ide kerültél? Megvertek és éheztettek. Milyen a szabátok? Sok a patkány. Az jó jel. Akkor melegebb, mint a többi. Jó, ez a tegnap sírva röhögtem, vagy ötször megnéztem. A nyers igazság meg őszinteség, hogyha úristen. Milyen a szabát tele van a patkány? Az jó, akkor melegebb, mint a többi. Na jó, azt mondja, hogy nézzük, már nagyon nagy tanítások vannak benne, jó tudsz. Jaj, Nagyi és a Ropogósz 20 000-es, tegnap beszéltem Nagyival is, és akkor ő is mondja, hogy neki is a nyugdíjat, meg mindenfélét már ezért a 20 000-esek meg ilyenekbe viszik. Azt ő is egy pislagot meg is nézte, hogy hanyas, hogy 2021-es nyomtatású, a 20 000-es annyira ropogós volt, hogy hihetetlen. Úgyhogy nyomtatják nálunk is, úgyhogy egy kicsit, pár percet keresgettem, mert nagyon nem mentem bele, nem nagyon látszik sehol, hogy gazdaság élénkítő csomag lett volna, ugyebár fedezet nélkül pénznyomtatás Magyarországon, de mégis még Nagyihoz is került 2021-ben nyomtatott 20 000-es. Azt mondja, hogy világgazdasági hírek, pok, 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 hol vagyok? Itt vagyok, igen. És akkor ilyen összefoglalók voltak az Euronews-on 2021-es évről. Árvizek, erdőtüzek, klímacsúcs, globális felmelegedés 2021-ben. Ez volt egy nagy hír. A másik visszatekintő 2021-re az év, amikor az űrturizmus igazán elstartolt. Most már magánemberek mennek jobbra-balra az űrbe.
Akkor nézzük tovább. Mi van még itt? Összefogott Oroszország ellen Ukrajna, Lengyelország és Litvánia. Azt mondja, hogy tovább. Júj, torony magasan győztek a Kína barát erők a hongkongi parlamenti választásokon, mert ugye már Hongkong külön tartomány volt, nem volt kommunista Kínához, nem tartozott közvetlenül, még egy pár évvel ezelőtt, aztán bekebelezte Kína Hongkongot ismét, úgyhogy nem gyenge, hogy itt még vannak itt a kommunizmusban a érdekességnek. Majdnem az összes parlamenti helyet Kína barát politikusok nyerték a hongkongi voksolásokon. Nem csoda, hiszen a választási törvényt tavasszal Peking nyomására írták át. A törvényhozás létszáma 70 főről 90-re nőtt, miközben a közvetlenül választott képviselőké 35-ről 20-ra csökkent, vagyis a törvényhozás tagjainak kevesebb, mint negyedét választhatják meg a hongkongiak. A voksoláson ráadásul csak hazafias, vagyis Kínához hű jelöltek indulhattak. És akkor a második része ennek. A demokrácia párti hongkongiak elsősorban távolmaradásukkal fejezhették ki nem tetszésüket. A vasárnapi szavazáson rekord alacsony, mindössze 30%-os volt a részvétel. Ez fele akkora, mint 5 évvel korábban. Carrie Lam kormányzó szerint azonban ez is elég legitimáció. A tavaly elfogadott nemzetbiztonsági törvény ellehetetlenítette az ellenzéket. Bárki bebörtönözhető, aki nagyobb autonómiát vagy nyugati demokráciát követel, ezért már 90 ezeren menekülnének speciális vízummal az Egyesült Királyságba. Fantasztikus, ugye vár a kommunizmus, irónikusan, azt mondja, hogy hoppá, török líra, na már itt vagyunk a mi témánknál. Újabb mély repülésbe kezdett a török líra a Recep Tayyip Erdoğan elnök hétvégén bejelentett gazdasági csomagja miatt. Míg az elemzők és a piacok is azt várták, hogy Ankara megemeli a jegybanki alapkamatot, ezzel lassítva a hónapok óta elszabadult inflációt, addig az államfő tovább csökkentette azt. A török líra hétfő reggel több mint 6%-ot gyengült a dollárral szemben, és a jegyzés történelmi mélypontra süllyedt. Az olcsóság miatt a görögök és a bolgárok megrohamozták a boltokat a határ török oldalán. Nagyon kicsi a hasznunk, mert a legtöbb termék külföldről jön, Európából, Kínából és Olaszországból, és tavalyhoz képest nekünk kétszer annyiba kerül minden, panaszkodott egy árus. Ez egy váratlan sok volt, senki sem számított ekkora inflációra. Árusként nem tudjuk megállapítani a portékáink árát, mert folyamatosan értéktelenedik el a pénz, és drágul minden. Tette hozzá egy másik boltos az edirnei piacon, ahol már csak a külföldieknek éri megvásárolni. És éppen ez a kormány célja. Azért tartja alacsonyan az alapkamatot, hogy Törökországban tartsa a külföldi befektetőket. Bár azt tisztán látszik, hogy Erdoğan unortodox gazdaságpolitikája kudarcot vallott, az elnök továbbra is kitart amellett, hogy a líra leértékelődése mögött egy nemzetközi összeesküvés áll. Hát az persze világszintű, ezért megyünk bele még a kriptóba. Ne a Rockefellerek meg ilyenek irányítsanak már minket. Azt mondja, hogy tovább CNBC nem volt olyan nagyobb hír, de azért bemutogatom, mert fő címekbe ott előjött, hogy már az FTX-nek, ugyebár szemben van Fried, de FTX vezérigazgatójával beszélgetett Mad Mike is, a Mad Money-nál, és akkor itt még egyszer megint, ugyebár volt egy 3 nappal ezelőtt, hogy már kriptóba mennek a fizetések, és ma megint hoztak egy hírt azzal kapcsolatban, hogy kriptóba mennek a fizetések, hogy már így veszik fel az új embereket nagyon sok helyen. Oké. Azt mondja, hogy elértünk a mai hírekig, és akkor kezdjük is. Mai nap fő híre. Jó. Egy sima mosoly, és akkor nézzük is. A Bitcoin ajándékozás, a színésznő Gwyneth Paltrow 550 ezer dollár értékben fog Bitcoint ajándékozni az ünnepekre való tekintettel. A hollywoodi színésznő Gwyneth Paltrow 500 ezer dollár értékű bitcoint fog ajándékozni az ünnepekre való tekintettel, jól ismételtem. A győztesek 20 dollár, illetve 100 dollár értékű bitcoinokat fognak kapni. Azzal magyarázta, hogy izgatottá akarom tenni a nőket, különösen a követőimet és a Marvel rajongókat. Diszkriminálják a férfiakat? Hát én már beletörültem volna a párválasztásba is.
ott aztán 100%-ban diszkriminálva vannak, 120%-ban a választásból. Azt mondja, hogy mert hogy így akkor most már lehet bitcoinjuk, és játszadozhatnak vele, kereskedhetnek vele, bármi egyéb meg akar ismertetni Gwyneth Paltrow az emberekkel, vagyis hát a nőkkel, ne jó, nem az emberekkel fogalmazunk általánosan, a bitcoint. A cash appon keresztül fogja az ajándékot kiosztani, amit ugye már a Square-nek hívott, most már Block-nak hívott cég fejleszt a Twitter vezérigazgatójának, vagy volt vezérigazgatójának, Jack Dorsey-nak a kriptós cége, úgymond. Oké, mi van itt még a végén? És akkor rengeteg híresség adományozott már Bitcoin novemberben, Odell Beckham Jr., focisztár az USA-ba, 1 millió dollárt adományozott Bitcoinba a Cash App-on keresztül, és bejelentette a következő fizetését, és kriptóval fogja felvenni. Ugyanebben a hónapban, novemberben az amerikai foci hátvéd a Green Bay Packers-től Aaron Rodgers is 1 millió dollárt adományozott bitcoinba. Decemberben Megan Thee Stallion 1 millió dollárt adományozott bitcoinba. Mariah Carey 20 dolláros ingyen bitcoinokat adományozott októberben, annak, aki feliratkozott a Gemini tőzsdére. És maga a bitcoin.com, ahonnan olvasom a híreket, ugye már ők is bejelentették itt egy pár napja, hogy évvégén 25 ezer dollárnyi értékű, 25 ezer dollár értékben adományoznak kriptókat itt az ünnepekre való tekintettel. Na jó, nézzük tovább. Az oroszok már 67 billió dollárt, magyarul 67 milliárd dollárt fektettek kriptovalutába, és ez egy 5 trillió rubel, abból kerekítették, már több mint 5 trillió rubelt kriptóba fektettek az oroszok. Na nézzük tovább. Sok gyors hír lesz, olyan nagyon komoly nem volt ma. Az indiai kormány még eddig össze-vissza hazudozik. Hát most azzal jöttek elő, hogy új, még szélesebb körbe kell konzultálni, mielőtt véglegesítik a kriptotörvényt. És akkor a miniszterelnökük Narendra Modi azt akarja, szélesebb körbe konzultáljanak, mielőtt véglegesítik a törvényt a kriptókról, és hát sajnos már nincs elég idő, hogy a jelenlegi hogy hívják, parlamenti ülés szakba december 23-ban lesz ennek vége, hogy ott már meghozzák, ezt mondták hónapokkal előtt, a majd itt meghozzák, na jó, hagyjuk is egy éve, januárban mondták, hogy csináltak valamit, azóta halogatták, most decemberben előtt vették a januárit, hogy na majd most akkor megszavazzák, de semmit nem módosítottak rajta, meg sem mutatták, hogy mi van benne, ha van egyáltalán benne valami, most meg mondják, hogy hát még többet kell erről beszélni, folyamatosan vetítgetnek össze-vissza. Ígérgetéshez megy ezerrel. Tovább a kripto, igen, hát feljelentések, kárigények, perek, azok jelentős számban megnőttek Dél-Afrikába, mondja a pénzügyi szektori ombudsmanja. Ők megmondják, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, mert még nincsenek törvényileg szabályozva a kriptók, úgyhogy erre is játszanak mindenfelé a kormányok, hogy nem hoznak normális törvényeket. Akkor nem lehet peres ügyeket se benyújtani. Ukránoknak full respect, mert ott már Zelenszky már megcsinálta, hogy hivatalosan már kripto ügyeket is lehet perre vinni a bíróságon. Ott már vannak normál törvények. Na tovább. Az FTX, igen, az USA beli FTX összeáll a monumentális sport óriással. A Monumental Sports Entertainment-tel, hát igen, és négy új sportcsapattal is ezzel így kapcsolatba kerülnek, és akkor több éves egyességet kötöttek, az FTX lesz a hivatalos kripto tőzsdéje, és az NFT partnere az MSE-nek, hát az MSE úgy, hogy Márton Sándor Elemér, a rövidítésből MSE, az a Monumental Sports Entertainment, monumentális sportok szórakoztató ipari ága, vagy ilyesmi. És itt vannak, igen, NHL-nek a Washington Capital, NBA Wizards, VNBA's Mystics, meg a Capital City Go-Go, meg ilyenek, és az FTX, igen, mert exkluzív jogokat kapnak, hogy az NFT-ket, amik itt a sporttal kapcsolatban, ezeknél a csapatoknál NFT-ket fognak csinálni, akkor az kifejezetten az FTX adhatja majd ki. És igen, az Axiomatic-nak is a társ birtokosa a cég,
ami a világszintű elektronikus sport, franchise-t, mindegy, és magában foglalja Team Liquid-et. Hát a Team Liquid az nagyon jó cucc, én azon, fú, évekig azon néztem a StarCraft-on a buildordereket, meg a videókat, meg a bajnokságokat, meg minden a Team Liquid-en, sok hasznos cucc van, és sportokról, meg bajnokságokról, minden egyébről. Na, azt mondja, hogy nézzük tovább, a stabil kriptók, az UST lett a legnagyobb decentralizált stabil kriptó piaci érték szerint, mert hogy túlszárnyalt az Ethereum, a DAI-t, ami Ethereum, a riválisa és Ethereum alapú a DAI, az UST, az meg ugyebár a Terulónak csinálja, de arról van szó, hogy a Tetert vagy az USDC-t megelőzték volna, ez azok centralizált stabil kriptók, hanem itt van nekünk 20. hely környékén, a DAI meg a Terulón, na most a DAI-nak miért nem tölti be az ikonját még egyszer? Tőcsér. Ott van. Oké, a DAI, de most már vissza is előzte, jó, hát annyira közel vannak egymáshoz, hogy egy fél százalékkal oda-vissza előzgetik egymást. Úgyhogy a DAI is egy decentralizált stabil kriptó, meg a Teraluna az is egy decentralizált stabil kriptó. A DAI-t a Maker adja ki, a Terra USD-t, az UST-t, azt meg a Teraluna. Úgyhogy oké. Azt mondja, hogy ja, nem is kell visszatekerni, nézzük el, te benyúlt, igen, nézzük tovább. Az XRP-nél is, hát majd jön valami szologenikes ajándékozások, XRP bálnák már villiókat mozgatnak, nem sok semmi volt ebbe a hírbe, azért elmenik. Annyira nem keltettem fel a figyelmet, akkora nagyot nem műtt az XRP, hogy valami bármi jelentős lenne. És akkor ez a Sologenic, ami majd itt jön rajta, ezt majd azért tokenizálni akarják a biztosítékokat. Tehát hát az, hogy a piac tőzsdei részvényeket, ez az, amit egyáltalán nem szeretnek sehol, meg betiltották mindenhol, azt akarják ők csinálni. Azt hittem első körben, hogy majd ingatlanokat akarnak tokenizálni, vagy valami, mert az még jó is lenne, de nem. Tőzsdei részvényeket, meg ez az, amit sehol nem szeretnek. ETF-eket, az alapanyagokat, 40 ezer tőzsdei részvényt. Úgyhogy ezek eddig mind felsültek ki, próbálják tolni, hogy milyen jó lesz tőle az XRP, annyira én még mindig óckodok. Azt mondja, hogy Elon Musk kritizálja a jelenlegi állapotában a Web3-at, és a betaverzumokon is csodálkozik, hogy mi lesz a jövőjük. Azt mondja, hogy ez jelenleg csak egy ilyen piac. Hát a piacra ezzel a szuper szóval, vagy hívó szóval akarják bevezényelni az embereket, hogy metaverzumok. De a Web3-ban amúgy van potenciál, Bill Gates is megmondta, hogy ő is egy nagyon hisz a metaverzumokban jelenleg, és azt mondta Bill Gates, hogy az elkövetkező 2-3 évben azt jósolom, hogy a legtöbb virtuális meeting megbeszélés a 2D kamerás képekből, amit ő úgy hív, hogy hollywoodi négyzetmodell, azokból át fog váltani, valószínű metaverzumokba, egy 3D térbe, digitális avatárokkal ott fogunk majd meetingelgetni. Ja, oké, ja, és akkor igen, itt volt egy videó, hát az tök jó volt, most nem fogom itt bemutatni, de itt, hogy mikor volt ez, 2000, mikor? Hát nem, 1995-ben, a fenében már, hol írják ezt? Valahogy, ha jól emlékszem, nem tudom, hol láttam, de mintha 1995-öt írtak volna, hogy akkor az internetet mesélte Bill Gates, hol a fenében van már, hogy mikor volt ez, na mindegy, de ha jól emlékszem, 1995-ben mesélte a Bill Gates az internetet, hogy létezik olyan, hogy internet, és akkor szénné halálra kinevették a showműsorba, ugye már egy showműsorba, hogy internet, mi az, hogy internet, mondja itt az ebben, úgy hallottam, hogy majd lesz egy baseball meccs is, amit majd az interneten meg lehet hallgatni, és akkor viccelődik, hogy hát nem hallottak a rádióról eddig, és akkor mondta neki Bill Gates, hogy oké, de az internet az tök más dolog, ott a zsebedbe el tudod vinni, meg legfrissebb hírek, meg bárhol meg tudod nézni, meg blablabla. Bla, bla. Ugyebár 95-ben kinevették az internetet, most csak hol tartunk, hogy milyen marhaság az. Most kinevetik a kriptókat, aztán azért hol tartunk 20 év múlva, hoppáré. Ezért vagyunk szerencsére még az elején az egésznek jó időve. Na talán az Insta is nézegeti már, Instagram, hát nekem nincs Instagramom, majd lehet egyszer azt is kéne csinálni. De hát ott nem tudom, azt gondolom a hamis egóért járnak fel a kacsacsőrű emlősök oda, aztán ennyiről szól az Instagram. Ők is vizsgálódnak már az NFT-k irányába, és még többet akarnak elérhetővé tenni a széles nagy közönség számára, mondja a vezérigazgatójuk. És akkor aktívan figyelgetik az NFT-ket, még semmit nem jelentettek be, de határozottan nézik, hogy milyen lehetőségek vannak az NFT-knek a terén már az Instától is. Oké, tovább.
A NFT robbanás, hát most már azt mondják, hogy most már egyre inkább igény van a régi, meg ritka NFT-kre, és nagyon régeket is keresik, oké. NFT-kből annyi van, mint a szemét. Még egy NFT, ja, ha jó, lehet karácsonyra NFT-t is ajándékozni, oké. Tovább, hát ez meg kettő, de tegnapról visszamaradt hír, hogy ó, 3%-ot csökkent egy este alatt a piac, hogy milyen erős a lefelé tartó nyomás, mert tegnap is úgy jelöltem ki, amikor még fel se jöttünk, hogy sárgával az erőset, meg a 3%-ot, hogy úgyis, tehát ha erős lenne, már rég 40 ezeren lennénk, de 2 hete, 3 hete nem bírják még 40 ezerre se levinni, úgyhogy semmi erős nincs ebben, ma már el is engedte, annyira volt erős, olyan gyenge volt, hogy ma már fent vagyunk majdnem 50-en. Jó, mindjárt meg is látjuk. Azt mondja, hogy másik, megint igen, a medve árak, blablabla, bla, 2021 végén, nem sok különbség van, az a 8 évvégi ciklushoz képest, jó, hát most már van különbség, mert megyünk fel, meg amúgy is november-decemberben ilyenkor mindig nőni szokott. Na, de szép most már. Jó, 48.800-on, hát menjünk majd vissza, jövök ide kisebb nézetekbe. Kezdjük az elejéről napiból. 48.800-on a bitcoin 4%-ot nőtt, ma zöld pólót már végre fel lehetett venni. Azt mondja, hogy jön vissza a 200 napos mozgó átlaghoz, már 20 napos mozgó átlaga is lehúzott, ide át kell mennünk ugyebár a másik oldalára, meg még egy 50, 51.000, 52.000, 52 fél, én olyan körül 52 félnél fogom kitenni, hogy vége az akciónak, akkor már stabilan meg fogunk indulni szerintem. Még első körben azért törjük át az 50-et. RSI szempontból igen, 200 napos, hát most már éppek, hogy a 200 napos alatt van egy kicsivel. A hoppá, az RSI szépen megindult. 44, ja nem az RSI, az előbb a mozgó átlagot mondtam, mindegy mozgó átlag szempontból, az RSI szempontból már 44-en van az RSI, szépen kezd visszapattanni, elindulni felfelé, nézzük meg kisebb nézetben, 4 órásba így nézünk, na itt a 4 órás ugyebár a legfontosabb, hogy itt jött lefelé ez a csatorna, minket hozott lefelé, és most már végre kitört belőle, megtörte a vonalát, kint vagyunk, megyünk már 50 felé szerintem. Nagyon úgy néz ki. Jó, azt mondja, hogy tovább 1 órásba, illetve 15 percesbe, így néz ki. Egész stabilkán tartja magát 48 fölött, meg a 48.003-as fibózóna fölött, ami itt van, úgyhogy innen már szerintem mindjárt törjük az 51, csak meg indul itt évvégére is, nem várnak januárig vele. Jó. Azt mondja, hogy körülöttünk mi a helyzet, az arany, 1787 dolláros áron kapott egy unci arany, egy 2%-a csökkent, ma össze-vissza nem bír kitörni ebből a zónából, amit már tudom, fél éve lassan, hogy berajzoltam itt neki, vagy 3-4 éve, a franc se tudja. Azt mondja, hogy S&P 500, 4626 dolláros áron kapott egy S&P 500 részre 1,2%-ot nőtt, ma nem elpattan is vissza, már jön fel ő is. Oké, azt mondja, hogy jó, nézzük tovább, igen, a FOMO indikátor, hányan keresnek a kifejezésekre a Google-ön. Jaj, de megcsappant, jaj, de megcsappant, TV. Most pont most növünk, pont most csappant meg, legszebb lett, ezt várták ki, mikor veszik ki mindenki, jaj, majd ez jó, itt a karácsony, már akkor jó, vegyük ki a pénzünket, már úgyse lesz ebből semmi, megvárták, mire lemegy, mindenki elfelejti, és akkor puff, na most robbantják be a piacot. Valamint, hogy pozitív értelemben, és úgyhogy elkezdünk felfelé nőni. Na, itt volt már az ideje, azért 1000 éve korrigáltunk, mert tiszta fárasztó, meg udalmas volt. Azt mondja, hogy na jó, a nyáron azért nem volt unalmasabb. Lényeg, hogy hosszú távon úgyis felfelé megyünk. Piaci értékek kezdve az Ethereummal, az Ethereum, na, kicsit lecsöppen csökkent, de csak visszajött, hát itt még mindig daráló van a 15-20. Hely között. Az Ethereum felé visszajött, úgy látszik lecsökkent, de visszanőtt 3 helyet, tök mindegy, a 15. helyen van jelenleg 474 billió dolláros a piaci érték, és hát mondjuk 4000 dolláros áron kapható 3994 még akciós. Na, a Bitcoin, szia Bitcoin, Bitcoin meg is indult, és a Tesla leesett, inkább azt mondom, hogy a Tesla leesett 2 helyet. Csökkent a Bitcoin, így feljött a 9. helyre, ó, de hát olyan közel van a Facebooknak a nyakán, a Metának a nyakán, hogy egy 0,3%-ot nő, aztán már megelőzte a Facebookot, vagy 0,2%-ot, úgyhogy pikpak 50-nél már mi fent leszünk a 8. helyen a világ összes ezüstje alatt. Most jelenleg a 9. helyen van a Bitcoin, 920 billió dolláros a piaci értéke, és 48.661 dolláros áron kapható. Mit jelent ez magyar forintban? 15 millió 900 ezer forintot ér egy darab Bitcoin, ugye a 16 millió azt mondja, hogy teljes piac, 24 órás kereskedelmi mennyiség pedig annyira nem volt erős, egy 90 billió dollár értékbe adtak, vettek, ez úgy közepeske.
De mégis a kriptovaluták összpiaci értéke megnőtt 2,25 trillió dollárra, ebből a bitcoinnek a piaci részesedése közel 41%, 40,9%, az Ethereum 21,1%, hát akkor az 62, az 38% van a többi kriptóban, a teljes piac 4,5%-ot nőtt az elmúlt 24 óra folyamán, top 10-ben nagyobb változások vannak-e? Az USDC, na látszik, látszik, hogy visszaindult, elkezdték venni a cumókat. Az USDC fent volt ugyebár 6. helyen, az XRP meg az ADA előtt, stabil kriptó. Most, hogy nő a piac, elkezdték visszavenni, elkezdte visszavenni mindenki a kriptóját, a stabil kriptó góla, hogy látják, hogy indulunk megfele. Úgyhogy az USDC le is esett a 8. helyre, ADA visszajött a 6-ra, XRP meg a 7-re. Terra Luna Avalanche tartják a 9-10. helyet, Polkadot kipattintva a top 10-ből. A Matic már kezd feljövögetni, hát 14. helyen van még mindig, de most egész szépet nőtt ma ő is. Oké, okay, Crypto.com 16-an, és a Uniswap itt éppen most épp a 20. helyen van, és kb. Ennyi. Jó, azt mondja, hogy jó, ez egy omrom, azt az egész lassú pihenni kell, még szerencsé, hogy vége felé közelítek. DeFi-ba 233 billió volt tegnap lekötve, most már 244 billióval lekötve, éled vissza a piac. Erre vártunk, gyerünk, gyerünk. Azt mondja, hogy Coinbase-en jött ki valami újdonság. Nem, ez még december 15-i hír. És akkor CoinMarketCap-en mi a trendi, van-e valami értelmes? Hát, szokás szerint. Jó, esetleg a Shiba itt van. Shiba egy... Nem túl komoly, de hát lehet, hogy van decentralizált tűzsdéjük, meg Metaversum irányba is próbálnak fejlődgetni. A Shiba kicsit megindult ma, ennyi. De már olyan irgalmatlan nagyot nem nőhet. Jó, azt mondja, hogy mit néznek a legtöbben? Hát, itt sincs sem. Jaj, új évi token, atya, úristen, ilyenekkel próbálkoznak itt tévégén, hát ha valaki beleteszi a pénzét, fúj. Jó, én olyat akarok, ami tovább tart az új évnél, ha nem baj. Jó, azt mondja, hogy Bitcoin 48.700-on 3,84%-ot nőtt ma a Bitcoin, szépen elindultunk felfelé. Na lehet, hogy itt a kérdőjelet majd kiüthetem, hogyha indul a izé következő hullám a burran, amikor már 52 fölött leszünk. És akkor 2 hétig tartott a nagy, hát amúgy 5 hete már, fú, hát nagyon kemény, november 10-én indult a korrekció, ja, rég volt ekkora ilyen sokáig, 2-3 hét alatt leszokták zavarni, most már egy hónapja, meg egy hete vagy 2 hete, fú, 5-6 hete megy már a korrekció, és akkor úgy látszik, hogy ma kezdünk el visszapattanni. Hát nem jött le a telirkát, amit a képernyőt, már gondoltam, hogy itt lesz az alja, ide már nem valószínű, hogy többé le fog jönni, úgyhogy pattanunk is felfelé tovább. Jó, Bitcoin 4%-ot nőtt, nézzük meg ki, hát nézzük meg a nagyobbakat egy picit, meg utána, hogy ki az, aki mondjuk 10%-ot nőtt, meg ki az, aki mondjuk mínusz 1%-nál is lentebb van még pirosba. A Kadena, aha, jövöget, egy picit ő is megindult, már 9%-ot nőtt ma. Azt mondja, hogy Ethereum 1,5%-ot nőtt, hopp, épp a háromszögének a végére visszafigyelget. Hát, de itt is inkább, ahogy nézem, az ászló volt, na jó. A Solana 2%-ot nőtt ma vissza háromszög felé, Avalanche 3%-ot nőtt, Terra Luna 6%-ot, innen már profitot kéne kiszednem már, hogy 10% plusz van, és máshogy kell. Most már úgy lesz szerintem, hogy vagy 10%-nál kiveszek 5%-ot, meg ilyenek, vagy 20%-nál 10-et, vagy valami agresszívan már fogok profitot kiszedni. De majd holnap eldöntöm, most végig a gyomromban van az összes vérre, tudok úgy gondolkozni. A Matic 10%-ot nőtt ma, ő is elkezdett elindulni, erre is mondtam, hogy lassan kezdi majd ő is ezért befogni a top 10-et. Oké, okay, na akkor viszont lentebb már csak azokat mutatom, aki plusz 10% vagy mínusz 1%-nál nagyobb. Jaj, az árvév, hát... Ja, jó, hát oké, kicsit korrigál, már 2 napja korrigálgat egy picit, mert ezért hatalmasak nőtt itt egy hétig. Oké, semmi gond. Jaj, render token, szia render token, megindult a render tokenünk. Na, ahogy illik, tér vissza a helyére. Akkor a meták is nőnek? A meták még annyira nem, na, gyertek már. A sandbox az 2%-ot nőtt, a mana az 1%-ot, az engine az 4%-ot, de a render token, ő már azt mondta, hogy úgy van, már 35%-ot nőtt is a mai nap folyamán. Gyönyörű szépen jöveget felfelé, már 6 dolláron a render token most már nem engedem el azt a 200-at. Jaj, ha tavasszal nem engedtem volna ezt a 800-at, az lenne a legszebb. De mindegy, most már tartom legalább ezt a 200-at, ami van belőle. Oké. Okay.
Azt mondja, hogy hát az a minuszka, a vax, az semmi kb, az minusz 4%. A fecséjáj is, aha, egy kicsit elkezdett elindulni, 14%-ot nőtt ma, ugyebár Bosch-sal van partnerségben minden egyéb, a fecséjáj fejlesztik a mesterséges intelligenciákat. Na még valakinek, a pires, aha, már nem is tudom, ez is valami metaverzumos bigyó, ez a pires történet, vagy play to earn, keres játszva kategória, 15%-ot nőtt ma. CKB Nervous Network mínusz 1%-ban van. Hát mondtam én, hát ez a God Walker-nel kilőtték magukat, aztán azóta nincs semmi újdonság, azért nem olyan nagyon-nagyon szuper trappolós, meg húzós ez a Nervous Network. Akkor már a Celer az most egész megint jó megyeget a... Hát nem oldal az egy kicsit. De mindegy, hagyjuk ezeket, nézzük a nagyobbakat. Azt mondja, hogy IOTA 12%-ot nőtt. Hát ez a Lido majd egyszer. Szolonál lenne DeFi, de nagyon nem. Annyira gyászosan megy, ha megnézzük 15, ó, tiszta szaggatott az egész, nem is egybefüggő. Ez az 1 órás, ez meg a 4 órás gyertyái így néznek ki, ez még nagyon gáz. De a figyelősbe azért itt tartom, mert egyszer ebből még lehet valami, még ha most nem is. Oké, azt mondi, hogy kik vagytok még, hol vagytok, akik nagyobbakat. Hát most aki csökkent, Yearn Finance tegnap megindult, ma már csökkent is 5%-at, de azért egész combi gyertyákat húzott itt egy hétig. Jó, ki van még, jaj, a Telcoin szakadt be a halálba, oké. Propi az meg mindig össze-vissza megy, úgyhogy jó. Adjuk is. Na akkor kb. Jó, de jó pihengetek. Erre 4000-en az Ethereum, 4000-en az Ethereum, végre már ide volt. Oké, Bitcoin 48722, 22-én születtem, legyen egy mára. Kösz szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök, további, igen, holnap ismét jövök a friss hírekkel. További szép estét mindenkinek, sziasztok!